2023-ban két jeles jubileumot is ünnepelünk hazánkban, Petőfi Sándor születésének 200. és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 175. évfordulóját. Ezek kapcsán a Babits Mihály Kulturális Központ egy többnapos programsorozattal készül március 11-e és 16-a között. Március 14-én Rékasi Károly kiváló színművész előadását hallhatjuk a 48-as eseményekről. A Kultúrkortyok Szabad Egyetem keretében az ELTE docensének előadásában történelmi eseményekről is, olyan háttérinformációkról is hallhatunk, amely azért a történelem órán nem mindig hangzik el. És hát kórhű kávéházi hangulattal, gyermekjátszóval, jelmezes beöltözési lehetőségekkel mind-mind azt gondolom sok érdekes pillanatot tudunk ide varázsolni. Március 11-én egyedülálló műsorral készül a központ, ugyanis a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetséggel kórhű csatajátékra invitálják az érdeklődőket a Prométheusz Parkban. Berlinger Gábor a szervezet elnöke elmondta, a rendezvény egyik fő célja a történelmi emlékezet mellett a hazaszeretet, a magyarságtudat, a honvédelem ügyének erősítése. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy 48-as kórhű harcászati bemutatót varázsolunk ide, tehát olyan, mintha egy igazi csata lenne, tehát ez egy fiktív csata bemutató. Mind a három hadnem, tehát a lovasság, a gyalogság és a tüzérség szerepelni fog a csatában. Itt a lovasságot a Tolna megyei huszárbandérium, a rádi bandérium fogja kiadni. 5-5 lovas lesz mindkét oldalon, tehát a honvéd és igazából 5 huszár és 5 vértest kell elképzelni, akik külön is fognak egymással harcolni, illetőleg gyalogság ellen is fognak, illetve a parancsnokok pedig pár viadalt fognak vívni. A látványos bemutatón ágyúlövéseket és robbanásokat is imitálnak majd. Emellett a korabeli Pilvax kávéház hangulatát is visszahozzák a szervezők a Babits Mihály Kulturális Központ falai közé. Március 15-én pedig délelőtt 10:30-kor a Béla Király téren koszorúzással egybekötött megemlékezésre kerül majd sor.